Nos, hát sziasztok gyerekek, én Mervin vagyok, és ez egy vadonatúj videó. A mai napon pedig fent vagyunk a CMD a V4-en. Most egy pár hete egy stream keretein belül érkezett egy jó kis kihívás. Eladásra kínáltak valamit, ami nekem nagyon kellett, viszont ez 100 millió dollárba került. És nekem nem volt 100 millió dollárom. Ezért kitűztem célnak azt, hogy abban a streamben estig megszerezzük a 100 milliót, és megvesszük azt, amit meg akarok venni. Viszont még mielőtt megmutatnám nektek, hogy mi az, ajánlom mindenki figyelmébe a MobileFox kuponkódom, mivel jelenleg nagyon jó kedvezmények vannak. Szóval, hogyha telefontokot, vagy fóliát, vagy bármilyen más tartozékot vásárolnátok, akkor használjátok a Mervin2+1 kuponkódot. Na ez lenne akkor a G20-as, amit veszünk. Ha veszünk. Jól néz ki amúgy, nagyon kis főnökös verda. Na, be is indult. Nem lopjuk el a bika kábelét. Kicsit lassú a csávó, nem baj, nem sietünk sehova. Nem sietünk sehova. Van egy kis fejlemény. Szükségem van a mai napon 100 millió dollárra a szerverem. A mai napon. Ma. Hogyan szedjek össze 100 milliót? Legyen akkor 8,5. Benne vagyok. Kifagyott! Meg is van. 80, amúgy mondta. Felszerelt kis példány. Amiután pedig átírta a kocsit, már csak annyi volt hátra, hogy én átírjam a nevére az F11-et. Jó, 29-ben van így nekünk ez a G20-as. Aha, kicsit rottyon van a futóműve meg ilyenek. Hát nem tudom, meglátjuk, hogyha jó lesz. Na nézzük. Egész nap stream, hát addig streamelek, amíg összeszedem a 100 millit. Az új G20-as BMW-met elvittem a Twingolóból, kicsit átalakítottam, ezután pedig szaladhattam is vissza Elkoronára, ahol jött egy érdeklődő a ház iránt. Ha nem sikerül ezzel a csajjal üzletet kötni, akkor viszont az lesz, hogy kirakom fórumra a kecót, és talán licitre bocsájtom. Jobbat nem tudok. Tényleg nem tudok jobbat. Hogy estég összeszedjek 100 milliót, ettől a háztól meg kell szabadulni. Ajajaj. És kajak elviszik az embert, aki megvenné a házam? Ripüzlet. Oj, bazd meg. De ilyen nincs amúgy. Tehát esküszöm, hogy ilyen nincs. Ez is csak az én szerencsém lehet. Komolyan mondom. Ez nem a te napod. Hát ezek, amikor sietősek vagyunk, akkor sose az én napjaim. Tehát ez az alap. Hirdessük ki ezt a bolondot. Jó, akkor ez kihirdetve. Szerencsémre, aki megvásárolta volna a házat, azt el is engedték a rendvédelmisek, így visszatért, és hát le tudtuk bonyolítani az üzletet. Rory Klein, indítjuk a bizniszt. Ez akkor ez mostanában lett vásárolva. Jó van. Az volt, hogy itt nem is tudom megnézni. Nem tudom, hogy itt a vásárlás menünél miért nem láthatom, hogy mi van a kocsiba. Ti ezt értitek amúgy? 80 a állítható. Eco meg turbo, meghajtás állítható. Egyedi rendszám, backfire hasmagasság, és szerintem egyedi dudás is lesz. Mindig elfelejtem, hogy hogyan kell házat eladni, de gondolom minden honpanelből, nem? 8 millió. A rendben. És akkor ezt legalább nem is kell kihirdetni, meg ilyenek, elmegy csak úgy önmagában. Túl nagy ez a kocsi, nem tetszik. Hatalmas nagy. Ez a Raptor, ez nagyon gyorsan elment. Lehet, hogy áron alul adom, 34 millióba. De na. Ez jó kis üzlet volt. Na, 41 millió. Gyertek srácok, meg tudjuk csinálni, meg tudjuk csinálni. Most a G20-asért kéne jöjjenek, csak nem tudom mikor ér ide végre a csávó. És most, hogy itt tartunk, rájöttem, hogy lehet nem tudom összeszedni a pénzt, és úgy döntöttem, hogy eladom az Audi RS4-emet. Ezt ki is raktam hirdetésbe, ezután pedig elmentem az Acishoz, mivel rájöttem, hogy van egy kis antikom, csak hát az Acis nem adott jó ajánlatot, ezért eladtam az Acis előtt egy kereskedőnek a dolgokat. De vásárolnád a G20-at? Szerintem van már egy rózsaszín G20-as, miért veszi ezt meg? Akkor 31 millió 400 ezer, igaz? Még meg is kell szereltetni, úgyhogy... Ja. Korrektár ez. Ki lehet ennél többet is szedni érte, de... Most megelégszünk ennyivel. 73 millió 300 ezer. Jó. Az úgy már ti is azért úgy... Kicsit úgy álltok hozzá a dolgokhoz, ahogy én is. Felhagytuk készülve a legrosszabbra, biztos nem fog jönni. Biztos átverés, de ott van az RS4, látjátok? Azta! Dave T. Westwood. Ez nem? Taxi leader. Megmentik most az életem a taxisok, úgy néz ki. Andrea Balderas. Eladás. 10. Hoj! 26,2. Szerződés aláírása. Eladtunk egy kis idős autót. Így van, így van. Rendben. 99 millió 116.168 dollár, szóval már kevesebb, mint 1 millió kell. Legyen ez szerencsésebb. Ha nem, akkor még ott vannak a skines fegyverek, ott van ez, meg az, meg amaz. Még tudunk másból is pénzt szerezni, nem csak a mesterkönyvekből. De meglátjuk. Szerintem 4,5-ben jó díl lenne neki. Legyen, belemegy 4,5-be. Rendben van. Akkor 4,5 millió dollárt kérek. Megvagyunk 100 millión! Megvan!
Elértük a 100 millió chat. Csevegés chat. Mi a véleményetek chat? Nem kértünk kölcsön pénzt. Elértük a célunkat, gyerekek. Nem tudom, hány óra volt. Nem gondolta volna, hogy meg lesz. Eszméletlen. Házat is eladni, mindent is eladni. Ez nagy volt most. Durranat a pezsgő. Most el kell költeni ezt a pénzmennyiséget, chat. Haló? Igen, tessék, haló? Rory Klein hadnagy vagyok. Ismerőse, barátja. Klein, hello! Bengé rossz! Van egy kis ötletem. Van egy pénzmennyiségem, és nem tudok vele mit kezdeni. Még mindig fáj a fogad rá, mi? Na, mennyi az annyi? Mi a mostani ajánlatod? Hát akkor 112 Rory-et. Mehetünk fölfele, lehet itt játszani. Na, tudom én neked, hogy még mire fáj a fogad? Ne csinál, mond, ne, nincs 110 millió. Annyim nincs. Hát mennyid van? Lássuk, mennyid van? 95. Hát a nagy kereskedő vagy te, össze tudod még azt szedni egy kicsit? 97. Annyit még összekapirgálok valahol. Na jó. De valamiből ennem kell, hamburgereket miből veszem? Legyen 100 és kezet rá, Rory? Annyim nincs. Na ugye, akkor 100, nem? Az szép kerek. Jó, de tényleg nincs ennyim. Benne. Megkérdem még a szomszédot, hogyha van esetleg kölcsönbe, jó? Jó, hívja vissza, ha a szomszéd azt mondja, hogy van kölcsön. Azt mondta, hogy van. Van? Jó, gyorsan megkérdezted? Jó. Oké. Akkor mikor, hol, merre, mit szeretne? Hát csak oda megyünk, ahova menni kell, nem? A hello? Hogy megérkeztek? Holnaptól meg út a millióhoz? Hát az fog kelleni, 3 millió marad, a NAV bejelentésre elmegy ez a pénzmennyiség. Kerek! Kerek 100 millió. Megsimogattuk egymás hasát, szokásosan. Ez van. Belemászunk még egy boltba inkább. Szerintem ez lesz most így a legjobb terv, amit csinálni tudok igazándiból. Vásárolunk még egy boltot, és azzal elkezdünk valahogy felmászni, feltornázni. 100 millió, rosszop, szerződés aláírása. 2,5 millió neki csak az adó, bazd meg. El is ment. Amilyen könnyen jött a 100 millió, el is ment. Yeah! Oh! Yeah! És igen, összejött a bolt. Most, hogy mit kezdek vele, meg milyen profitokat hoz, arról még fogalmam sincs, lehet, hogy később erről még beszélünk. Viszont én itt nektek meg szeretném köszönni a figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, nézzetek be máskor is, sziasztok!